Sziasztok! Akkor még mindig nincsen címe a műsornak, még egy kicsit gondolkodunk rajta. Azért jelentkezünk ilyen későn, mert ugyan tegnap rögzítettünk egy videót, ami egyébként marha jó lett. Tehát kimentünk külső helyszínre, szerintem jó volt a téma is, ez sajnos dugába dölt egy technikai malőr miatt, úgyhogy ezért csúsztunk meg a dolgokra, és jöttünk ide-vissza a stabil felvevőbe. És azért gondoltuk, hogy bejelentkezünk, most ez egy nagyon friss téma, bejelentkeztek Magyarországon is a fact-checkerek. Független tényellenőrök, akikről tudunk, ugye már, tehát már tudtuk, hogy ez el fog indulni. Mielőtt elkezdjük, szerintem helyezzük kontextusba, hogy kikről van szó, tehát azt érdemes megbeszélni, hogy kik a magyarországi tényellenőrök. Nagyjából ugyanolyan színes összetételre számíthatunk, mint egyébként az Egyesült Államokban, tehát ugye én szeretem... Nem igaz, mert egy néger férfi sincs a lakmusztársaságában. Néger sem. Legalább egy transz nem be tudtak tenni? Ezek mind fehérek, mi? Igen, persze. Az és nem. Magyarok, tehát az mind összes... Fehér. Ez egy... Szégyen vagytok. Gratulálok. Szóval a helyzet az, hogy a nyugatiak annyival előrébb vannak, hogy ők ugye azt mondják, hogy nagyon sokszínű mondjuk ennek a Facebook Oversight Boardnak a tagsága, ami azt jelenti, hogy van fehér, fekete, sárga, barna, tehát hogy minden van, de mindegyik egyféleképpen boldog. Fehérnek nem kéne lennie. De nagyon sokféle szín van, tehát olyan, mint az M&M's. Rengeteg szín van benne, mindegyiknek ugyanolyan az íze. Na ugyanolyanok ők is, nagyon sokféle szín, de mindenki ugyanazt gondolja a világról. Itt még ez sem sikerült megugrani, legalább egy cigányt tettek volna bele. Nincsen. Tehát ha megnézitek, ugye, a Lakmus, ugye, aki kicsit lemaradt volna, ez a 444 koprodukciójában indult, ugye tényellenőrző, nyelvpolitikai baromság, hiszen a tényeket csak és kizárólag ők tudhatják. Tehát amikor a 444 beszél tényekről, akkor már úgy itt érezhetjük, hogy egy kisebből vérzik ez a dolog. Hazudozásból élnek, de majd ők ellenőrzik a tényeket. Igen, óriási. Zöldi Blanka a főszerkesztője ennek a Lakmus nevű dolognak. Aztán itt van, hát ugye még Diószegi Horváth Nóra újságíró, Neuberger Eszter újságíró. Ugye de ugye nézzük már meg, hogy ezek... Jó. Mondjad a nevüket. Diószegi Horváth Nóra. Miért? Hát persze, a csámpaügyi miniszter volt az előbb ott. A képen. Persze. Az első, amire rákeresel, rögtön ott van mögötte ez a gyönyörű csámpaügyi főtanácsadó. Oké. Okay. Tehát Diószegi Horváth Nóra mércés. Igen, következő. Neuberger Eszter. Zöldi Blanka még az. Ja, igen, még Zöldi Blanka is itt. A mérce ugye a legfüggetlenebb a magyar oldal, ahol olyan tanácsköztársaság mosdatás megy a nap szinte mind az összes 24 órájában, hogy az ami elkezdődik. Telibe rohadt, tetves, helikoptertöltelék kommunisták. Hát ha jól látom, akkor Zöldi Blanka már is rögtön 444-es. Így van. Független. Neuberger Eszter, szerintem ő is 444-es. Igen. Hallod, kisállt semmit, megőrülsz. Na? De 4-4. Ja! Tehát figyelj, azt mondja, hogy... És ez csak az első három. Lakmus.hu első három, a főszerkesztő rögtön mérsz, és aztán jön két 444-es. Na utána, közreműködik. Jó, Istenem. Nagyon jó. Záborszky Ede AFV. Köszönjük szépen. Van a nemzetközi bekötés is. Herceg Márkó. 444. Király András. 444. Hegyes Halmi Rihárd. Kubit, ami a 444. Hammer Ferenc. Na várjál, itt most egy kis... Akadjunk le egy kicsit. Tehát Hammer Ferenc, Media Universalis alapítvány. Te ugye neked még a 8-as van egy ügyed vele, így van. Nem nekem volt. Ha jól emlékszem, ez Zelenka Dórinak az ügye volt, aki ugye írt egy cikket arról, hogy Hammer Ferenc óráin, hát egy finoman szólva sem független objektív megközelítés van az órákon, csak két példa. Az ELTÉ-n van politika a tananyagban? Az olyan, hogy őt beengedik, de minket nem. Tehát azt mondja, hogy Orbáni diktatúráról beszél az órákon, meg ilyen kijelentései vannak, hogy bizony a mai magyar demokrácia utolsó tartó pillére az RTL Klub. Na most... El tudjátok képzelni, hogy milyen független tényellenőr az, aki szerint az RTL Klub a demokrácia tartó pillére? Milyen elfogulatlanság van a mögött? Egyébként a csávó az vissza is vonult utána, tehát hogy azért egy kicsit nyuszi volt ahhoz, hogy ebbe a konfliktusba belegyen. Nézd, volt következménye valaminek a... Képzeld el. Eddig ott tartunk, hogy csak a kommunista mérce és az új kommunista 444, meg a régi kommunista Hammer Ferenc az, aki ellenőrzi a tényeket. Német Szilvi. Ja, ugye Hammer Ferenc, Német Szilvi és Bajomi Lázár Péterek mind a Media Universalis alapítványtól vannak. Ha már alapítvány és 444 kerül egy mondatba. Megnézzük. Az necces. Elte. Média Universalis, Elte. Miért ér össze mindig ez a hitvány oldal? Valahogy nincs hálózat, tudjuk persze, de azért... Ti a következő is Média Univerzális? Igen, itt most mindenki. Hammer Ferenc, Német Szilvi és Bajomi Lázár. Lapigazgató Erdély Péter, 444.
gyakorlatilag ez Mérce és a 444-es koprodukció. Mérce 444, meg az öreg kommunisták, azt mondja, Média Univerzus, ez tényleg ez eltés. Nézzük már meg a támogatókat. Csak támogatók? Hol vannak a támogatók? És ugye BTK-mal vannak, tehát azon a Károly körút épület. Na mindegy, ennek ennyi, utána nézzük, mert kíváncsi vagyok, hogy... Tehát innen indulunk, hogy ők azok, akik ellenőrzik a tényeket, tehát gyakorlatilag a 444 meg a Mérce, az új és a régi kommunisták együtt ellenőrzik a tényeket. És azért is örülök neki, hogy a Tucker Carlsonnak elkészült ez a filmje, mert láthatóan nagyon fölbaszta őket. Akkor az valamit jelenthet, ugye? Akkor az valamit jelent, ugye? Ennyire kikelnek ellen, és még a Lakmusz is csinált róla egy ilyen cikket, egy ilyen 10 pontból álló fact-checkelést, ahol mindjárt megtudhatjuk, hogy Tucker Carlson hol hazudja tele a médiát arról, hogy Magyarországon micsoda arany élet van, és ez ugye nem más, mint vegytiszta propaganda, és ezért úgy gondolták ezek a független, drága jó független tényellenőrünk, hogy ideje lenne megnézni, hogy valóban igazat mond-e Carlson. Most a helyzet az, hogy ugye Tucker Carlson csinált egy ilyen 25 perces filmet, amikor itt volt Magyarországon, forgatott Magyarországon egy filmet, ezt bemutatták magyarul is, ha jól tudom, a Hír TV mutatta be. És ugye a film címe Magyarország kontra Soros György, harc a civilizációért. És egyébként, hogy mondjam, amerikai médiumtól, még a Fox-tól is viszonylag szokatlan, hogy egy újság, tehát ezt a 444-esek még a világért se próbálják ki, mert ezt nem szeretik, ezt a műfajt, hogy valahova oda mennek és megnézik, hogy tényleg úgy van-e, tehát hogyha valamiről leírják. Mert ne, azért a Rottenbiller utcán túl már nincsen világ. Szóval nem, nekik ezt nem kell kipróbálni, de Tucker Carlson vette a fáradtságot, idejött Magyarországra, nem fél napot volt itt, nem úgy, mint a Deutsche Welle újságíró, hogy fölmegyünk a várba, azt megnézzük, hogy izéért, tehát, hogy jaj, fasizmus van, mert újjáépül a vár, ez nem volt. Eljött és itt töltött egy jó hosszú időt, megnézte, mi van, beszélt kormánypártiakkal, ellenzékekkel. Találkozott emberekkel. Találkozott emberekkel. Durva. Nagyon durva. A Rottenbiller utcán túl is. és megnézte, hogy mi van, beszélt ellenzékekkel, kormánypártiakkal, és leforgatta ezt a filmet. Magyarország kontra Soros György, és a filmnek lényegében két fő témája van, az egyik ugye a bevándorlás, a másik pedig a családtámogatási rendszer. Yeah, tehát ez a kettő az, ami dominál. Ami gyakorlatilag érhetkelhet egy átlagos amerikai konzervatív, vagy akár magát jobboldalnak valló polgárt is, hiszen őket is sújtja meglehetősen a délről érkező migráció, és hát Amerikában a családok helyzete meglehetősen szar. Akkor jöjjenek az állítások. Tehát ugye Rod Reher azt mondja a videóban, hogy csak 9 millió magyar van a világon. Erre azt írják a lakmuszék, hogy kb. 12 millió magyar él a Kárpát-medencében jelenleg, lehet, hogy annál egy kicsit több is, nem? Na mindegy. Nem, odaírja, hogy a Kárpát-medencében... Kívül a diaszporában, ugye... így van, tehát 15 millió körülbelül, 20-ben, lehet, hogy egy picitben már kevesebb. Igen. De most a helyzet az, hogy Magyarország népessége, ugye a magyarországi magyaroké 9,7 millió fő, de most egy amerikaitól... Tehát már egy amerikai most, hogyha azt mondja, hogy 9 millió, az talán nem akkora nagy tévedés, tehát hogy azt mondja, hogy ahelyett, hogy azt mondja, hogy Magyarországon, azt mondja, hogy a világban. Tehát most tehát azért akkora... amerikaiaknál az is nagy dolog, hogy tudják hogy hol a fenében van Magyarország. És Rod Reher pedig nem, hogy mondjam, nem a KSH-nak az embere, hanem egy olyan gondolkodó, aki nem emiatt szólalt meg a videóban, hogy elmondja, hogy Magyarországon hányan élnek, hanem egészen másfajta tartalmat. Tehát lényegi pontra tapintottak. Így van, tehát véletlenül is azzal szálljanak szembe, vagy azt fact-checkeljék, amiről Rod Reher beszél ebben a videóban, hanem egy olyan számot, ami nem tartozik hozzá arról, ahhoz, amit ő mond. Soros György hálózatának több mint 60 szervezet a tagja Magyarországon, melyek mind kormányellenesek. Azt mondja, hogy ez a 66 nem jó. 88.hu 2016-os cikke szerint 21 szervezet, Magyar Idők szerint 66, Pesti Srácok 14 Magyarország és Soros érdekeit képviselő lobby szervezetről számolt be 2020-ban. A számháború mögött ugye az van valószínűleg, hogy közvetlen támogatásról van szó, vagy közvetettől. Tehát, hogyha Gyuri bácsinak ugye elég szépen kifejlett hálózata van, meg szép hidra az, amit ő felépített. Úgyhogy és olyan szempontból még lehet, hogy a 66 is kicsit kevés. Ha mindenkit belevennénk egyébként, szerintem én az átlátszó most csinált egy olyan minket is belefoglaló ilyen hülyeséget, ahol az egész jobboldali NER influencer házat fölmérték. Érdekes, csinálják meg ezt egy ilyen alapítványos kutatást mindkét oldalon, akkor elhiszem, hogy mondjuk oké, tényleg a függetlenséghez közelebb állna. De kedvencem, hogy ez kapta az egyik leghosszabb kifejtés részt. De hogyha megnézzük, hogy a 444-nek ki az egyik legnagyobb befizetője, akkor azért mindjárt rájövünk, hogy itt valószínű ez egy elég jó megrendelése készült ez a buli. És nagyon olyanokat fölhoz, tehát figyeld ezt az ilyen jó ember, azonnal fölhozza a jó emberkedést,
Hogyha ugye az már talán mindenkinek nyilvánvaló, még valószínűleg az ellenzék politikusoknak is ez a Soros, hogyha épp nem arról van szó, hogy a pénzét kell elfogadni, akkor egy elég sötét figura. De itt... Dehogy is. De most bejelentette, hogy remélje bukik Orbán. Tehát nem akar ő beavatkozni, de azért beszélt erről. Viszont az egyébként Sorosba azt most becsülöm, hogy nem totalitárius mondott, hanem autokratát. És az autokráciával nincs semmi baj, totalitarizmussal van baj. Na de itt beszél, hogy a Suhany alapítvány például fogyatékos embereknek is használható integrált edzőtermet tart fent Budapesten. A jó emberek. Ezek jó emberek. Biztos, hogy nem. Akkor hogy, egy ilyen ember hogy harcolhatna bevándorlásért, vagy hogy dönthette volna be a fontot is ugye a 90-es években? Egy ilyen embert Angliában persona non grataként kezelnek? Jó, mondjuk engem is. Anyway. Igen, de jó, a többi az lényegtelen, tehát hogy elmondják, hogy mindenki árva gyerekeket, meg tibeti meleg haldelfineket, meg bálnákat gondoz. Ez a lényeg. Tehát hogy a Soros az csak olyanokat... támogat, akik így simogatják az elesetteket. Ezt a mesét, ezt ismerjük. Fontos, hogy ez nem propaganda. Nem, ez nem propaganda, ez tényellenőrzés. Orbán Viktor minden csütörtökét olvasásra. Hát ez a kedvenc pontom. Ez kurva jó. Itt fölé, hogy igen, hogy van egy ilyen elterjedt tévhit, hogy Orbán minden csütörtökön olvas, és erre azt írják, a miniszterelnök programjai jól követhetőek Orbán politikusi Facebook oldalán, ahol csak az elmúlt hónapok csütörtökjeit átnézve több olyan napot találtunk, amit biztosan nem csak olvasással töltött, 5 pontot felhoz, 5 Facebook posztot, linkeli is mindet, és a legjobb, hogy tehát egyébként a 52-ből, tehát csak 5 csütörtököt nem szánsz olvasásra, szerintem azért az komoly. Belefér, miniszterelnökként. Igen. Most azért, tehát itt van egy, csak az egyiket emelném ki, mert van az, hogy a V4 Dél-Korea csúcs, hát belezavar az olvasásba, tehát ugye normál üzemben egyébként a miniszterelnök tényleg a csütörtöki napját olvasással tölti, és hogyha van valami ilyesmi bagatelügy, mint mondjuk a V4 plusz Dél-Korea csúcs találkozó, vagy mondjuk egy Európai Uniós csúcs találkozó, vagy Mike Pence alelnök fogadása, akkor addig félreteszi az olvasnivalót. Mennyire sivalkodna egyébként a 444, hogyha Orbán bármilyen találkozott lemondan azért, mert ő olvas. Egyébként szeretném jelezni, hogy az egész ellenzék, meg ezek a független skriblerek is jobban tennék, ha néha olvasnának és nem csak írnának, tehát hogy milyen példát vehetnének a miniszterelnökről. És lehet egyébként, hogy ez az egyik oka annak, hogy amikor ti bementek és ő 3 órás kormányinfót tart, akkor úgy égtek, mint a Reichstag. Igen. Nyomottak valamiket. Tehát, hogy valahogy mindig úgy tűnik, hogy bemennek az újságírók ilyen nagy löst, és most megkérdezzük az Orbánt, hogy ön hogy érzi magát a hatalomban már ilyen régóta? Önt hogy változtatta meg a hatalomban le? Ilyen kérdés. Na, mint Tehát, hogy a szellemi frissességben megmutatkozó különbség Orbán Viktor és köztetek az ilyen mérhetetlen. És ennek valószínűleg az egyik oka az, hogy 5 alkalmat leszámítva minden csütörtök. Ha már tényellenőrzés, ne Facebook posztokból induljunk ki, mert mi van, hogyha egy időzített poszt volt? Mi van, hogyha már előző nap megjárta, csak akkor posztolta ki? Hol van a tényellenőrzés? Honnan tudjátok, hogy tényleg azon a csütörtökön van? Lehet, hogy erre azt fogja mondani, hogy de ezek akkor voltak. Akkor találtatok 5 alkalmat bazdmeg. Mi megnézték a napállásából, hogy amikor Orbán Viktor ezen a találkozón volt, akkor úgy sütött be a nap, ami csak és kizárólag csütörtöki napon lehetett. Félelmetes. A magyar-szerb határon 2015. júniusában kezdték építeni a kerítést, amely szeptemberben lett kész. Egyébként ez hamarabb kellett volna, ezt mindig elmondom, ezt azt föl kellett volna húzni már jó előre, meg na mindegy, most igen, nem is beszélek. Igen, és akkor miért a probléma? 2015. júniusában még csak azt jelentette be, hogy a kormány utasítást adott. A kerítés mintaszakaszát július 13-án kezdték el. Hűha. 2 hét. Tehát... 13 nap. De úgy, hogy tehát már bejelentették hamarabb, majd 13 napra rá elkezdték megépíteni a kerítést. És ez egy olyan, amit be kell emelni egy ilyen fact-checkre. Ez fact-check. Ez, gyerekek, hazudik a Tucker. Hazudik, mert ez komoly, ez nagy találat. Mélyre ment. Hát hogy hihetnél így, ha már ebben hazudik, hogy hihetnéd el a többit? Az illegális határátlépések száma rögtön a határkerítés megépítése után szinte nullára csökkent. Gyerekek, ti azt mondtátok, hogy ezek nem is jönnek ide. Miről beszélünk? 2015. januárjában 14.647 fő, 15. szeptemberében 138.396 fő volt, majd novembertől csökkent ez a szinte nullára. Hogy rögtön tír, és csak novemberre. Ezt tegyük oda az előző 2 hét mellé, tehát végül is szinte nullára csökkent ugye a határsértések száma, tehát ebben ugye nem nagyon hazudott. És itt számokat is hoz, figyel? Aha, értem.
De még nem akkor sem nulla, mert de milyen, gyerekek, miről ír ez most? Nem is értem. De gyerekek, tehát itt pont arról van szó, hogy a kerítésnél megállítják. Illegális határátlépést regisztráltak. Tehát azokat elfogták és visszafordítottak. Igen. Tehát a lényeg az, hogy nem jött be senki illegálisan az országba, amióta felépült a kerítés. Ebben mi a izé? Tehát az, hogy a kerítés megállítja, tehát, még, tehát, tehát a határ szerb oldalán... Most döntsék el, hogy mit akarnak, mert eddig azt hallgattuk, hogy ezek nem is jönnek ide. Most meg arról van szó, hogy amúgy jönnek, mert itt vannak a számok, amiket a tényellenőrök ideírnak. Igen. 12.000, 14.000, 20.000, 16.000, szép számok. És ezek tényleg akiket megfogtak, te nyilván azt tudod pontosan, akiket megtalálsz. Most még hülyeséget is mondom, de igen, igen. 205.000, 163.000, 97.000. Tehát ezek mind idejöttek, és a kerítés megállította őket. Ez az üzi. Tulajdonképpen ez történt. Tehát a kerítés mégis, tehát mégiscsak van bevándorlás, mégiscsak idejönnek, és a kerítés mégiscsak... Azért adjuk már össze csak így septibe ezeket a számokat. 141.000, meg 205.000, meg 163, 164.000, meg 97.000. Ez sok. Ez sok. Az ott 300, 500, ez olyan 600.000 embert állított meg a kerítést. Ennyi az akik ide se jönnek. Ah, köszönjük a fact-checket. Ez egyébként az a helyzet, hogy ez nekünk még hasznos is lehet. Tehát ez fel kéne használni. Ezt simán felveszik, hogy ennyi embert állít meg a kerítés. Köszönjük szépen nektek. Ez bézd. Azt mondja, az Európai Unió határkerítés megépítése miatt megbüntette Magyarországot. Igen, és nem most indulnak ezért eljárások? Hát konkrétan most ugye, most pont a gyermekvédelmi népszavazás miatt nem utalják át azt a pénzt, ami nekünk a Covid-válság miatt jár. De korábban valóban a határkerítés miatt ezt egyes európai uniós vezetőkkel is ismerték. Tehát azt mondja, Magyarországon szembeni vizsgálat már jóval a menekült válság előtt 2012. februári döntések kezdődött el. Hát... Itt úgy gondolom, hogy több vizsgálatot mosunk össze. Szerintem is több vizsgálat van össze mosva, mint hogyha kicsit intenzívebben kezdték volna ezt a hetes cikk szerinti eljárást, amikor jött ez a menekült válság. Azért azt ne felejtsük el, hogy mi volt a hangulat, mi volt a klíma, amikor 15-ben mi emeltük azt a kerítést. És hogy azóta, hogy beszélnek, akár ugyanazok az európai vezetők. Például leköszönt Merkel. Tehát pont azt akartam mondani, hogy ugye Merkel, Bundeskanzler, ez egy birodalmi kancellárasszony, ő azt mondta, hogy wir schaffen das, tehát akkor elindult a Schaffen-SS hadművelet. Elindult a Schaffen-SS hadművelet, és akkor az volt a fő izé, még ott volt az a Feynman nevezetű tökkel ütött osztrák kancellár, hogy mi hogy menünk kerítést emelni, tehát minden európai vezető gyakorlatilag az Orbán ellen volt, és azt mondták, hogy ez szörnyen embertelen ez a kerítés. És most meg azt állítjuk, hogy nem volt ilyen. Ezt később fogadták el. Orbán Viktor megnyerte ezt a vitát, az a probléma. Most akiképpen mi fact-checkeljük a fact-checkereket. Fact-checkeljük, eddig elég szarul állnak egyébként. Igen, eddig basszus 6-ból 0. Kurvára kéne nekünk is egy ilyen fact-checker, nem? Tehát figyelj, ennyire sokszínű társaságot mi is össze tudunk állítani, amit ők csinálnak. Ja, persze. Tehát figyelj, azt mondom, hogy mit tudom én, ilyen a kontra, az identitás generáció, nem tudom én, az Origo, a magyar nemzet, ezekből így összehozzuk a fact-checkereket, mert ez legalább annyira független lesz, mint a 444-es meg az a különbség, ami nem fogjuk azt mondani, hogy függetlenek. Igen. És azzal kezdjük a fact-checket, hogy fact-check, a kommunizmus sosem működött. Nem volt, ez nem volt igazi szocializmus, az igazi szocializmus, az működik. Na. Észak-Koreába lehet menni, sziasztok. A bevándorlók többsége nem szíriai volt. Ez figyelj, megőrülsz. És onnan ellenőrizték le, hogy minek vallotta magát. Tehát amikor bejön ide az a 40 éves afgán és 17 éves gyereknek vallja magát, akkor ezt behúzzátok a 17 éves gyerekhez? Mert baromi sokról derült ám ki ilyenre Ausztriában vagy Németországban. Közülük a legtöbben 36% volt szíriai? Az a legtöbb? Az vallotta magát annak, de ki ellenőrizte le, mikor papírjai se voltak még irataik se? Hát mindenki január 1-én született és Ahmednek hívták, és mindegyik szíriai volt. Mit mondtak volna, amikor éppen tehát jöttek egy csomó egyébként nem háborús országban is? Nyilván mit fog mondani? Azt az országot, ahol Pakisztán. Ugye? Érdekes. Honnan jöttek még? De most pont a 444 hozott le egy ilyen érzékenyítő cikket nemrég arról, hogy egy szenegáli nőt nem engedtek be az országba, aki, hogy volt, Kongó, Szenegál, Dubaj, és onnan jött Magyarországra. Tehát, hogy figyelj, legalább egy ilyen két zsáknyi Toblerone lehetett már nála, érted? Hallottál te már olyat, hogy valaki Dubajon keresztül menekül? Hát mondjuk én menekülök, de azért még elugrom Dubajba. Na hát ilyen sztorik vannak, tehát azért maradjunk annyiban, hogy önbevallás alapján az, hogy ki volt szíriai, az... Még azt mondja, hogy az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság statisztikái szerint
36,74% szíriai állampolgár. Ja, vallották magukat. Tényleg önbevallás. Azt mondom, hogy az önbevallás alapján. Hát, akkor még az még viszonylag kevés. Bocsánat, mi a tény? Édes. Amúgy ez definiálja már a lakmusz, hogy mi a halál az a tény, amit ők tényként kezelnek. Tehát, hogy nem a születések száma, hanem a termékenységi arányszám alakulására igaz. Tehát Novák Katalin rossz terminust használt, de amúgy igazat mondott, tehát helyes számot mondott. És valóban, mint ahogy a fact-checkerek is elismerik, a növekmény 10 éves összehasonlításban az uniós országok közül Magyarországon a volt a legnagyobb. Újságírás, de minden esetre valószínűleg azt akarták írni, hogy volt a legnagyobb, tehát ebben is igazat mondott. És nem a birth rate-ről beszélt, hanem a total fertility rate-ről, de alapvetően az arányszáma stimmel, csak rossz terminust használt. Hát, szégyelje magát Novák Katalin. Gyalázat. Mi az a házi sertés? Az a kérdés. Sajtótermékek közül sokkal több a kormánykritikus, mint a kormánybarát. Orbán ennek alátámasztása konkrét példát hoz a dokumentumfilmben, amikor ugye elment az újságoshoz, hogy sok olyan újságot tudjon venni, amelyben kritizáltak ők. Be is vágták a dokumentumfilm egy részletet, de nem azt, amelyiken látszik valójában mennyi a kormánykritikus újságot nyomott Orbán kezébe az újságárus, pedig akkor látszott volna. Ne. Hat ez... újságot kapott, ami körülbelül újnyi vastagságú paksomét adott ki, nem az egész tócot, mint amire az Orbán hivatkozik. De figyelj, itt jön a kedvencem, tehát hogy hivatkozik, a laposföldesek, az meg egymás hivatkozzák, nézd meg. A CEU média adat és társadalom közösségi adatai alapján az átlátszó újságírójának, basszus, ilyen Amnesty, meg ilyenek a partner szervezete, ilyen totál NS szervezetek, na mindegy. Kormánypárt és független médiumokat, a magyar médiumok, és megszámolják, hogy hány média szereplő van, aki kormánypárti vagy nem. De most ne haragudj, az olvasottsági adatok nem számítanak? Én csinálhatok 150 ezer darab oldalt, ahol Orbán arcképe lesz fenn minden nap reggel 8.30-kor, hogyha annak az olvasottsága nulla, és ott van az 1.4, aminek naponta milliós olvasottsága van. De ez egyébként, és akkor még a Facebook cenzúráról meg hasonlókról nem is beszélünk, tehát hogy jutnak el a dolgok, tehát hogy érdekes módon mondjuk a 444-nek kb. Hirdetésre se kell pénzt költeni, és mindig szembe jön mindenhol. Másoknak meg ugye ez nem így megy, és hát azt tudjuk, hogy azért privátim elismerik a kedves emberek ott a központban, akik azt mondják, hogy nem létezik potméter, hogy jó, most kicsit tekertünk a potméteren, Igen. De mégis van potméter. Igen. De egyébként nagyjából én úgy tudom, hogy ez az arány számszerűleg amúgy 50-50 most már, tehát hogy nagyjából számszerűleg. De olvasottsági arányban meg, de nincs közel a kettő egymáshoz. Tehát. Sokkal több kormányellenes vélemény jut el az emberekhez, mint kormánypártihez. Igen. 1000%. Igen. Most ennek a történeti okait abban nem menjünk bele, mert az marha hosszú lenne. Azért volt itt egy 40 év, és akkor utána, nem tudom, 10 évig úgy volt, hogy esetleg egy szoci főszerkesztővel adtak egy lapot a jobb oldalnak. Aha. Tehát nagyjából ilyen viszonyokból indulunk, úgyhogy nem véletlen a hátrány. Na, azt mondja, a Stop Soros törvény győzte meg az Open Society Foundation-t és a CEU-t, hogy elhagyják Magyarországot. Tehát a CEU nem hagyta el Magyarországot. De ez miért a simpóra? Bár elhagyta volna, de nem. Bárcsak. Itt van. És az Open Society hogy ne lenne itt? Egyre elnyomó politikus jogi környezet. Berlinbe helyezi az irodáját, figyelj, az OSF 2018-ban másra beadott egy harmadik birodalom központjába oda, ahova való. Stop Soros törvény. Jogellenes bevándorlás elősegítése nevű büntetőjogi kategóriát, ezt nagyon helyesen tették egyébként. A mintát egyébként Izraelből vettük, köszönjük szépen. Az OSF 2018 májusában jelentette be, hogy Berlinbe helyezi az irodáját, de azonban a videó erről szóló narrációja alatt a Közép-Európai Egyetemről készült képeket mutatnak. Soros György által támogatott egyetem szintén elhagyta Magyarországot. Na most, itt van a belvárosban egyébként, nem vagyunk annyira messze. Igen. Itt van a belvárosban egyébként a CEU épülete. Egy akadémia? Nádor utca. Itt van a CEU épülete, és néhány képzést helyeztek át Bécsbe, amelyik nem volt akkreditálva. Tehát itt az volt a helyzet, hogy a CEU az Isten tudja mióta, amióta Magyar Bálint külön engedélyt adott nekik, azóta akkreditáció nélkül működött. Igen. Tehát amikor mindannyian emlékszünk arra, hogy amikor elkészült a meg volt, hogy hol van a központja, akkor mutattak egy ilyen házat a semmi közepén, az volt a megjelölt központ. Kint, igen. Egy ilyen bodega. Engeren túl. Tehát az volt a CEU-nak a központja, és azt kellett volna jogszerűen elfogadni. Tehát
Minden okunk megvolt arra egyébként, hogy a CEU az menjen innen a fenébe, sajnálatos módon csak néhány képzést helyeztek át, és egyébként itt vannak. Most ezt a bingizést azzal, hogy ugye melyik a közép-európai egyetem, melyik a CEU, ne menjünk ebbe bele. A kedvencem, figyeld, itt a végén. A dokumentumfilmben szereplő hibás állításokkal kapcsolatban kérdéseket küldtünk Tucker Carlsonnak, Orbán Viktornak és Novák Katalinnak. Ha válaszolnak, frissítjük a cikkünket. Ez volt az első nagyévű fact-check kísérlet. Mi a tanúsága annak? Ehhez megszólalni. Figyelj, nekem magával a izével is problémám van. Tehát mi a szar az, hogy tényellenőr? Tehát ilyet Orwellnél olvastam utoljára az igazságminisztériumánál. Ez a tipikus nyelvpolitika. A tényeket ellenőrzön, arra, hogy most tényellenőr... mit kérdőjelezem, de szakember. Egyébként a kedvenc példám, azt majd tegyük be ide, majd valami legalább képformájában. Ennek megvan a gyakorlata már az Egyesült Államokban, nagyjából ugyanilyen összetételben csinálják. Az egyik kedvenc fact-checkem az volt, amikor a fact-checkerek megállapították, hogy nem a Demokrata Párt alapította a Ku Klux Klant, nem ők támogatták a rabszolgaságot és a szegregációt, meg a Jim Crow törvényeket. Majd valami olyan magyarázat volt hozzáfűzve, hogy hát nem is minden demokrata volt Ku Klux Klános. Cserébe minden Ku Klux Klános demokrata volt. Tehát hogy a probléma ugye az a rovar-bogár halmaz elméleti kérdés. És most már odáig mentünk, hogy ugye a múltkor egy ilyen vitával, azt hiszem twitteres vitával a demokrata fél azt bökte oda a republikánus vitapartnerének, hogy egyébként meg fogja be a száját, mert az ő oldaluk veszítette el a polgárháborút. Ő nem. Hello, republikánus. Republikánusok nyerték meg a polgárháborút, és a demokraták veszítették el, azért törölték el a rabszolgaságot. Tehát a demokrata párt volt. És a fact-checkerek megpróbálták ezt kimagyarázni, bazd meg, hogy miért nem a demokraták voltak a rabszolgaság, a szegregáció, meg a Jim Crow törvények mellett. De ők voltak. Sőt, hogyha a kedves tényellenőrök egyébként utána néznek egy kicsit, nagyjából ugye a 70-es évekből Bidé bácsitól is kapnak érdekes idézeteket, mondjuk a feketékre, meg az integrált oktatásra vonatkozóan, és az öreg nem volt annyira a pártján. Az még a régi demokrata párt volt a régi múltban, amit most már elfelejtettünk, mert nem úgy volt. Így működik a fact-check. Még egy fact-checket hadd hozzak fel, amikor Trump annó bevitt egy Whataburgert a Fehérházba, és mondta, hogy ez egy ilyen mérföld magas torony. És fiam, ezek a fact-checkerek megmérték, hogy egy átlagos hamburger az 2 incs magas, és Trump amennyi hamburgert bevitt, azok nem érinék el az egy mérföld magasságot, hogyha egymásra pakolnák őket. Tényellenőrzés. Nekem ugyanolyan szép és piros biciklim van, mint neked, csak az enyém nagyobb. Tehát akkor neked akkor az állításom úgy nem helytálló, hogyha azt mondom, hogy neked is piros biciklid van. Igen. Jó, köszönöm. Na, ez a fact-checking világ. Úgyhogy reméljük, hogy sok ilyen parádés dologgal örvendeztetnek még meg minket Hammer Ferencék, meg a 444 és a Mérce stábja. Nekünk ez nagyon jó tartalom. Abszolút. El fognak látni minket mindenféle alappal folyamatosan, úgyhogy várjuk a következő hasonló tartalmakat is. Nagyon. Szerintem mára ennyi volt. Ajánljuk nekik, hogy ők is töltsenek minden héten egy napot olvasással. Nem baj, hogyha mondjuk az valamiféle matematika vonatkozású meg nem szakkönyv. Baj, hogyha nem valami marxista fasságot állandóan, mert az lehet ott a legnagyobb probléma szerintem. Érdemes, tehát ez egy jó tanács. Én ugye rengeteg ízét ilyen balos szerzőt olvastam. Néha olvashatok mást is, mint ilyen új marxista szemetet. Köszönjük! Köszönjük, hogy végignéztétek ezt a mai videót. Ne haragudjatok, hogy egy napot csúsztunk, de igyekszünk. Még továbbra is várjuk a névjavaslatokat, aztán szerintem meg fogjuk futtatni a YouTube-os szavazás. Vagy... Csinálunk majd egy YouTube-os szavazást. Jó. Úgyhogy a legtöbb lájkot kapó komment ajánljunk fel ilyet, hogy azokat vesszük be, majd ami a legtöbb lájkot kapja, a legtöbb nevet. Nézzük meg. Jó. Úgyhogy várjuk a névjavaslatokat, a témajavaslatokat, és hogy szerintetek még miben hibázott a lakmusz, hogyha valamit esetleg kihagytunk volna. Anyunk szívműtétjére ingyen adjatok nekünk nevet. Köszönjük szépen a figyelmet. Köszönjük, sziasztok! Iratkozzatok fel, sziasztok!